okos órát, semmilyen órát, illetve telefont sem hozol be magaddal. Ezt majd bent a teremben meg is fogjuk nézni, hogy valóban így történt-e. Mielőtt elfoglalták helyüket a diákok, előbb gyors tájékoztatást kaptak arról, hogy mit szabad és mit nem lehet bevinniük az osztályterembe az érettségi ideje alatt. Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban idén több mint 50 végzős tesz számot tudásáról. Van ugyebár pótlap, ha igényel valaki. 9 óra előtt néhány perccel pedig elkezdték kiosztani az idei matematika érettségi feladatlapokat. A vizsga 180 perces, tehát fontos a koncentráció. Ennek érdekében többen édességet is vittek magukkal. A diákok használhattak függvénytáblázatokat, körzőt, vonalzót, szögmérőt és zsebszámológépet is. Egy kis félelem mindig van, de szerintem a felkészítés, meg a felkészítő tanárok nagyon jó munkát végeztek, úgyhogy amilyen tudást csak érettünk, azt mindent megkaptunk, ennek reményébe vágunk neki. Gráfok, halmazok, százalék és valószínűség számítás, illetve koordináta geometria az első részben ilyen témakörökből kaptak feladványokat a tanulók. Ezek megoldására 45 percük volt, és maximum 30 pontot gyűjthettek össze. A második részre 135 percet kaptak, és legfeljebb 70 pontot szerezhettek. Bízunk benne, hogy sikerült a fölkészülés. Nagyon-nagyon készültek, kollégák is nagyon sokat foglalkoztak órán kívül is, tanórákon kívül is, diákok felkészítésével, kinek hogyan kellett. Van, akinek arra volt szükség, hogy a legegyszerűbb feladatokat gyakorolják be, és van, akinek arra volt szüksége, hogy az emelt szintű feladatokra készüljenek, és azokat tudják megoldani, úgyhogy bízunk benne, hogy jó fog sikerülni. Hazánkban matematikából több mint 70 ezeren közép, és mintegy 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáztak. Az írásbeli érettségig szerdán a történelem középszintű feladatsorral folytatódnak.